Üdvözlöm Önöket innen a Petőfi Irodalmi Múzeumból, ahol egy rendhagyó, és azt gondolom, hogy a karácsonyfa alá méltó módon helyezhető kötetről fogunk ma beszélgetni. Beszélgető társaim pedig a Magyar Emlékbizottság, Emlékezetbizottság elnöke dr. Kis Réka, dr. Máté Áron, a Magyar Emlékezetbizottság elnökhelyettese, és dr. Szalai Zoltán, a Mátyás Corvinus Alapítvány főigazgatója. Szervusztok, örülök, hogy összetudtuk hozni ezt a beszélgetést, és itt hadd mondjam el a nézőknek, hogy természetesen ez a beszélgetés is a Covid helyzetre való tekintetre felvételről készült a mai nap folyamán. Tehát magyar hősök. Magyar hősök a kötetben több mint 60 életút sors rajzolódik ki, amely végig kísér minket a 20. század nagy drámáin. Hogyan választottátok ki ezeket a sorsokat? Igazából másik 60 életutat is be lehetett volna mutatni, meg a harmadik 60 életutat is be lehetett volna mutatni. És amikor válogattunk, akkor több szempontot is figyelembe vettünk. Egyfelől azt, hogy valahogy próbálja meg ez a 60 életút lefedni a magyar társadalomnak a sokszínűségét. Tehát, hogy vannak közöttük férfiak és nők, vannak közöttük jobb és baloldali értékrendű közéleti személyiségek, vannak közöttük egyszerű parasztemberek, munkások, vagy éppen művészemberek, tudósok, politikusok, katonák, egyházi személyiségek. És arra is figyeltünk, hogy a Kárpát-medence egészét lefedjük. Tulajdonképpen az volt a cél, hogy valóban a 20. század nagy totális rendszereinek a határhelyzeteket kiváltó és nagyon kemény döntéseket, néha nagyon kemény döntéseket követelő életsorsait közel hozzuk. Tehát, hogy arcot adjunk a történelmnek, és olyan sorsokat mutassunk be, akik egy-egy történelmi pillanatban vállalták a kockázatot, akár az életük kockáztatását, akár a szabadságuk kockáztatását az embertársaikért, vagy a magyar szabadságért. Itt ugye 44 és 56 a két csomópont, ami köré tulajdonképpen sűríthetőek ezek a sorsok. Most hallgassunk meg egy történetet a 61-ből. Magyarországon azt hiszem, hogy minden ember számára ismerősen cseng az a név, hogy Richter Gedeon. De hogy miért került ebbe a kötetbe, azt most mindjárt meghallgathatjuk. Richter Gedeon neve talán a legismertebb a hazai gyógyszergyártás történetében, hiszen őt tartják a modern magyar gyógyszerészet alapító atyának. A nevéhez fűződő patikagyár Magyarország első nagy gyógyszeripari létesítménye volt, ahol ipari méretekben állítottak elő különféle minőségi medicínákat, többek között a közismert karmopirint. Kevesebben tudják, hogy Richter Gedeon a magyar történelem egyik legtragikusabb évében, 1944-ben tanúbizonyságot tett az emberek gyógyítása iránti feltétlen elkötelezettségéről is. Zsidó származása ellenére, bár másképp is dönthetett volna, végig Magyarországon maradt az üldöztetés éveiben. Életének 72 éves korában a nyilas terror vetett véget. 1893-ban a Kolozsvári Egyetemen szerzett gyógyszerész gyakornoki bizonyítványt, majd 1895-ben a Budapesti Tudományegyetemen kiváló minősítésű gyógyszerész diplomát. Tudása további bővítése érdekében 1897-ben tanulmányútra utazott Nyugat-Európába. Ennek köszönhetően ismerte meg az akkori gyógyszerészet legújabb vívmányának számító organoterápiát, amellyel lehetőség nyílt az emberi szervezet hiánybetegségeinek a kezelésére. Richter hamar felismerte az ebben rejlő lehetőségeket. 1901-ben vállalkozásba kezdett. Családi örökségből megvásárolta Budapesten az Üllői út 105-ös szám alatti saspatikát. Sikereinek hatására bővítette vállalkozását. 1907-ben Kőbányán felépítette a híres Richter gyárat. A vállalat belföldön és külföldön egyaránt korán megalapozta hírnevét.
Már röviddel létrehozását követően nemzetközi szinten is számottevő gyógyszeripari gyár lett, és az ország egyik legnagyobb exportőrévé vált. A cég emellett Richter és munkatársai eredményes kutató munkájának köszönhetően 1914-re mintegy 28 szabadalommal rendelkezett. Richter a II. Világégés előestéjére közel 100 országra kiterjedő kereskedelmi és képviselői hálózatot hozott létre, és 10 külföldi lányvállalatot alapított. Munkája elismeréseképpen Horthy Miklós 1929-ben magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozott neki. A mindig joviális, szerény üzletember emberséges volt munkavállalóival. A gazdasági világválság okozta nehézségek ellenére senkit sem bocsátott el állásából. A Richter gyára korának egyik legjobb munkahelye volt a kitűnő fizetések és juttatások, és nem utolsó sorban emberközelisége miatt is. A II. Világháború kitörése jelentős változásokat hozott a gyár működésében. Richter kötelességtudatból önzetlen gyógyszeradományokkal támogatta a polgári lakosság és a honvédség egészségügyi ellátását. A zsidó törvények azonban fokozatosan megnehezítették, majd ellehetetlenítették tevékenységét. 1942-ben a hatóságok eltiltották a vezérigazgatói tevékenységtől, és még a munkaviszonyát is megszüntették, hogy eltávolítsák a gyárból. Csupán igazgatósági tagsága maradhatott meg a saját tulajdonában álló részvényeknek köszönhetően. A meghurcoltatás ellenére sem adta fel élethivatását. A vállalatot hűséges kollégái segítségével illegálisan is ő irányította. Áldozatos tevékenységére a Vatikán is felfigyelt. 1943-ban Angelo Rotta apostoli nuncius látogatott el a gyárba, és személyesen tolmácsolta Richter Gedeonnak a pápa köszönetét a segélyszervezeteknek küldött nagylelkű gyógyszerfelajánlásokért. Az esemény emlékére márványtábla készült, amelyet később a kommunisták, mint klerikális megnyilvánulást összetörtek. Az 1944-es év eleje átmeneti könnyebbséget hozott. Richter ugyanis engedélyt kapott arra, hogy szaktanácsadóként ismét legálisan vehessen részt a vállalat vezetésében. Az ország 1944. március 19-i német megszállása után azonban az ő sorsa is tragikusra fordult. Áprilisban a vállalatot ért sorozatos támadások miatt lemondott igazgatósági tagságáról. 1944 nyarán lehetősége nyílt volna külföldre távozni, a Vöröskereszt révén ugyanis svájci menlevélhez jutott. Az idős gyógyszerész azonban nem élt a menekülés lehetőségével, habár vagyonának és kapcsolatainak köszönhetően könnyen megtehette volna. Úgy érezte, hogy munkájára éppen ebben a vészterhes időszakban van a legnagyobb szükség, hiszen a háború miatt rengeteg ember szorul rá gyógyszereire, és belekapaszkodott abba a reménybe is, hogy az orvoslás terén felmutatott érdemei megóvhatják a veszélytől, hiszen egész életében csak a betegek megsegítésén munkálkodott. Bizakodását erősítette, hogy 1944. augusztusában mentességet kapott. Így rövid időre ismét újult erővel folytathatta hivatását, a medicínák előállítását. Az 1944. október 15-i nyilas hatalomátvétel után azonban csak hamar érvénytelenítették mentességét. Sorstársaihoz hasonlóan ő is bujkálásra kényszerült. Egy ideig rokonoknál talált menedékre. 1944. december elején átköltözött a Katona József utca 21-es szám alatti házba, amely a semleges svéd követség diplomáciai védelme alá tartozott. A nyilasok 1944 utolsó napjaiban azonban egyre többször támadták meg a diplomáciai oltalom alatt álló házakat. December 30-án a razziák elérték Richter lakhelyét is. Az idős gyógyszerészt társaival először az Andrássy út 60-ban található nyilas pártközpontba szállították,
majd alsó neműre vetköztetve, megalázva a Dunapartra hurcolták, és kegyetlenül meggyilkolták. Holt teste nem került elő. Hozzátartozói a svájci Lugano városában található családi sírboltban jelképes sírt állítottak neki. Hát egészen döbbenetes sors, és gyakorlatilag majdnem mindegyik sors ilyen vagy hasonló kimenetelű. Bennem megfogalmazódott most, hogy sokat szóra hallgattam meg ezt a sorsot, hogy arra tudjátok-e a választ, vagy megtaláltátok-e a választ, hogy miért nem mentek el ezek az emberek? Mi tartotta őket itthon? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan generáció volt, pontosabban két és fél generációról beszélünk, hiszen Richter már egy idősebb ember volt, vannak a könyvben az ő generációjához tartozók, és vannak nyilván fiatalabb nemzedék tagja is. Egy szóval ezekben a nemzedékekben élt az a tudat, hogy valamit kezdeni kell ezzel az országgal. Ez a miénk, ezt mi akarjuk csinálni. Ha patetikusan szeretnénk megfogalmazni, akkor a szózat ott dolgozott bennük, hogy itt ilyenet halnod kell. Természetesen van közöttük olyan, aki emigrációba megy. Megjegyzem, egyikük sem önként és dalolva, hanem egy külső, szörnyű és barbár nagyhatalmi erőtér játszmáinak megfelelően. Itt, ami a Richter Gedeon sorsa, tulajdonképpen az a zsidópolgári sors, amelyiket 1944. március 19-e után gyökeresen új és tragikus helyzetbe hozott a történelem, a német megszállás, aztán utána ugye a nyilas hatalom átvétel. És itt volt egy bizalom nyilvánvalóan, ami a Richter pályáján is látszik, hogy ő letett ezért a magyar társadalomért annyit a gyógyszerfejlesztésben, a gyárépítésben, a szociális hozzáállásában, ami biztonságot ad. És ez a biztonsági érzet az, ami szerte foszlik a német megszállást követően, és ez a történet, ez tulajdonképpen ugye alapvetően egy áldozat történet, de mégis ami miatt beválogattuk az, hogy az a döntés, hogy ő marad. És egy más korszakból, egy más történeti szereplőnek, Lénárd Ödönnek a sorait szeretném idehozni, ugye egy katolikus pap volt, aki a kommunista rendszerben, a Rákosi és a Kádár rendszerben összesen a legtöbbet ülte az egyházi személyek közül a börtönben 19 évet, és ő neki van egy nagyon frappáns, szinte aforizmatikus megfogalmazása, hogy a hős és a gyáva között az a különbség, hogy a hős fél és marad, a gyáva pedig fél és szalad. És azt gondolom, hogy hogy ami a Richter Gedeon életpályában a hősies vállalás, az pontosan az, hogy amikor ő érzi azt, hogy nagyon, a történelem az nagyon szorít, hogy már az élete is az életét is kockáztatja, akkor sem hagyja ott azt a gyárat, akkor sem hagyja ott mindazt a vállalást, ami az ő életének a része volt, és ennek van tragikus következményei voltak. De ez a döntés, hát hogy volt szabad döntés a menetelre vagy a maradásra, és azt hiszem, hogy az ő életpályában ez a döntés az, ami egy olyan hősies gesztus, ami egy ilyen kötetnek a méltó részévé teszi. És hát ezért is választottuk ugye ezt a címet, hogy Magyar Hősök. Tehát, hogy őnekik tényleg azt, valami közös minden életrajzban, az, hogy volt egy olyan pont, amikor volt egy döntési helyzet, amikor ők dönthettek volna úgy, hogy saját magukkal foglalkoznak, azzal foglalkoznak, hogy akár megmeneküljenek egy helyzetből, de valamilyen más legyen az, hogy a gyógyszerek gyártása folytatódjon Richter Gedeon esetében, vagy más sorsoknál a falubeli embereknek a sorsa, vagy a családjának a sorsa, vagy a nemzetnek a sorsa, vagy a
pártársainak a sorsa miatt valaki úgy dönt, hogy igenis ő vállalja a veszélyt, nem tudja, hogy pontosan mi fog történni. Minden esetben az is benne van igenis a pakliban, hogy ő emiatt retorziókat fog szenvedni, akár meghal, de ezt a döntést meghozzák, és így élik tovább az életüket. És ezeket azt gondoljuk, hogy ez az, ami az egész kötetet átjárja, és egy ilyen búvópatakként minden életrajzban, mint egy visszatérő motívum megtalálható. Rátok milyen hatással volt egyébként maga a könyvnek a szerkesztése? Mert ugye, hogyha megnézzük magát a szerkesztést, akkor számos történész vesz részt ebben a kutató munkában, csak ha a fotodokumentációkat nézzük végig, írtó nehéz volt szerintem ezeket a fotókat összegyűjteni, mondjuk ráadásul pont olyan személyiségekről vagy személyekről, akik a feledés homályába vesznek, és senkik a történelem palettáján. Igen, pont amit Krisza kérdezett, van egy történetünk, Bakajsza József, egy kárpátaljai egyszerű falusi bíró, aki amikor a szovjet hadsereg megérkezik a faluban 44-ben, akkor leitatja a hadsereg tisztjeit, és így menti meg a Málenki robot elől a falusiakat, akik akkor el tudnak bújni. És aztán utána későbbiekben mégiscsak utoléri őt a kommunista diktatúrának a keze, és borzalmas fizikai szenvedéseken megy keresztül. Na de hát ez egy egyszerű falusi bíró eset, tehát nem egy jól dokumentált gyógyszerész gyárosé, nem egy politikusé, nem egy egyházi vezetői. És hát az ő története az nem is maradt meg írásban, hanem egyszerűen a falusi emlékezet őrizte meg, és hát a fotókat is hihetetlen nehéz volt összegyűjteni, és egy-egy ilyen életpályának tehát amikor az ember óhatatlanul belehelyezi magát ezekbe a sorsokba, és akkor újra és újra szembesül azzal, hogy vajon ő hogy döntött volna. Tehát az ember ezt nem tudja elkerülni. Nyilván történészként a feladat az, hogy minél inkább hitelesen és harag és részrehajlás nélkül írjuk meg és kutassuk föl, de utána ott van az ember, az anya, a feleség, a kis közösségnek az aktív szereplője, aki végig gondolja azt, hogy amikor szerte fosztik, így nagyon sokszor ugye maga az állam is kivonul a történelemből, nem tud biztonságot adni a polgárainak, vagy éppen egy diktatúra veszi át a hatalmat, akkor mit tesz az ember, mit tesz a társadalom? Ezek olyan döntések, vagy olyan kérdések, amik történelemtől függetlenül újra és újra előkerülnek, és ezek hiteles döntéseket hoztak ezek az emberek akkor és ott, akár egy kis, akár a nagy történelem színpadára léptek, és ez mindenképpen tanulságos, meg megrendítő. Van egy következő történet, amiben egy picit jobban belemászunk. Itt nem pontosan fogjuk idézni a könyv szerkesztését, hanem segítségül hívtunk még emlékiratokat is. Mert ugyanis, hogyha valaki ezt a könyvet a kezébe veszi, akkor egy csodás utazásra indul. Tehát nem csak egy történetet ismer meg, hanem minden szemelvény után található egy nagyon komoly irodalmi utalás, illetve egy irodalmi jegyzet, ami alapján utána tudunk nézni, jobban utána tudunk nézni egyes sorsoknak, ki amelyik éppen a saját családjának, múltjának a közeliségét tudja átélni ezeken a sorsokon keresztül. Nekem az egyik kedvencem Brusznyai Árpádné Honti Ilona életútja, amelyik az egyik legmegindítóbb életút, akinek a férjét a forradalmat követően 1957-ben letartóztatják, majd 58-ban ki is végzik, de hogy konkrétan mi is történik Brusznyai Árpádnéval. Egy pillanatra álljunk meg, és idézzük fel, lehet, hogy nem mindenki ismeri pontosan Brusznyai Árpádot magát, hogy ő milyen szerepet játszott az 1956-os forradalomban. Ugye Veszprémben járunk, egy középiskolai tanárról van szó, és ő az, aki egy természetes vezető egyéniségként gyakorlatilag levezényli ezt a rendpárti forradalmat. Tehát ahol kell, intézkedik, ahol kell, buzdít, ahol kell, csillapít. Ha megnézzük a szomszédos várpalotát, ez egy bányász és munkás település, ugye Inota és Pét is ide tartozik, ott egy ösztönös, kemény, melósokból álló tömeg, gyakorlatilag vezető nélkül, egy ilyen teljesen intuitív alapon
csinálja meg 56-ot, és ott gyakorlatilag már az első forradalmi cselekmények első napján dörögnek a fegyverek. Prusznyai Árpád Veszprémben megpróbálja a békés, de méltóság teljes és következetes átmenetet vezényelni, annyira, hogy a későbbi kommunista vezető, Pap János jelentkezik nála, hogy hát akkor ő majd valamilyen más beosztást kérne az új Magyarországon. Ez lesz az a Pap János, aki megreklamálja a Veszprém megyei enyhe ítéleteket, köztük magáért, Brusznyai Árpádét is, és így fogják halálra ítélni. Innen indul valahol talán a feleségének és kislányának a története. Ne felejtsük el, egy 2,5 éves kislányról van szó, aki azt írja az édesapjával kapcsolatban, hogy idézem, rácsokon át kellett menni, ugye amikor már fogságban van, akkor meglátogathatják még, rácsokon át kellett menni, nagyon jó volt nála, magához ölelt, jó apa illata volt. Most gondoljuk el, és így kell fölnevelkednie. És így kell a feleségének ezt a kislányt becsülettel, tisztességgel fölnevelni. És utána nyúlnak Brusznyainak. Tehát ez valahol a kádárizmusnak ez a pitiáner vonása, hogy még élni sem engedik, nemhogy azt, aki csinált valamit, hanem a hozzátartozóit se. 2014-ben egy ünnepi megszólalásában éppen a kislány, aki akkor már ugye nem kislány, mondott egy ünnepi beszédet, és ott elhangzott egy mondat, hogy egyetlen nagy titok élt a lelkemben, tudtam, apám meghalt a szabadságért, de ahogy anyám mondta, erről nem lehet beszélni. És akkor most hallgassunk meg egy részt ebből az emlékiratból, amely akkor indul, amikor letartóztatják Brusznyai Árpádot. July 29. Azért írok ebben a füzetben, hogy annak, amit mindannyiunk hibáján kívül elvesztettél, annak legalább egy parányi, pici részecskéjét visszakapd egyszer, amikor ezt a füzetet olvasni fogod. Nem tudom, hogyan fognak alakulni a dolgok. Nagyon nehéznek és reménytelennek látom a jövőt. Még akkor is, ha te csodálatos erőddel mosolyogsz a rácsok mögött. Olyan élmény volt, amit nem felejtek el soha. Nem tudom, drága kisfiam, te valóban olyan erős voltál, mint mutattad? Azt mondják rám is az emberek, hogy erős vagyok, csoda, hogy így bírom ezeket a dolgokat. Közben pedig olyan gyengének érzem magam, hogy néha igazán csak Margitka tartja bennem a lelket. Szinte hihetetlen az a 3 év és 4 hónap, amit boldogságban töltöttünk egymás mellett. Mert október óta nem lehet normálisnak számítani az időt. Többet voltál távol, mint otthon. És azt, hogy húsvétkor itthon voltál, úgy érzem, csak álmodtuk. Én éreztem az 5 nap alatt, hogy túl szép lenne, ha így maradna. Te nem gondoltad, hogy jön, vagy jöhet baj. A győri beszélgetés előttig még szívósan vártalak. Hittem abban, hogy megjössz egyszer váratlanul. Azóta már tudom, hogy nem jöhetsz. És talán egy világnak kell összedőlnie, hogy újból úgy találkozzunk, hogy soha többé ne kelljen elválni. Minden közös szép nagy ünnepünk, a Margitka születés és névnapja, a te születésnapod, a házasságunk 4. évfordulója úgy teltek el, hogy nem voltál közöttünk. Sírva néztem, hogyan köszönti fel Margitka édesapja fényképét. Soha, soha nem tudom megbocsátani magamnak, hogy én is hibás vagyok. Nem tudok megnyugodni. Én is oka vagyok. Talán nem kis mértékben. Ebbe fogok belebolondulni. Nem is kell mondjam, mennyire hiányzol. Aranyos, drága lényed és gyengétséged nem pótolja soha senki, semmi. Esténként 3-an, a fényképed, Margitom és én összebújunk és sírunk. Ez a csökk kisgyerek sírva csókolgatja a fényképeden a hideg üveget vagy az érzéketlen papírt. Tegnap este, mikor elmeséltem neki, hogy legyen nagyon jó, sokat imádkozzon, mert édesapa olyan csúnya rács mögött van. Kezébe vette a mi feszületünket, nem is sírva. Zokogva mondogatta türelmetlenül egymás után. Édes Jézuskám, hozd vissza édesapát, legyen nekem is megint édesapám. Jézuskám, nyisd ki a börtönt, engedd ki édesapát, akkor nagyon szeretünk téged, jó?
Majd a Szűz Mária hazasegíti édesapát. A rossz bácsikat meg becsukja. Csak ne vessél, édesanyám, ne sírjál, mondta sírva nekem. Egy ilyen estét, ha hallanál, nehezebben bírnád az időt bent. Nem is mondom el neked, ne fájjon a szíved. Az enyém néha majd megszakad. Minden reménytelenségnek ellenére néha úgy érzem, visszajössz hamarosan. Ez az érzés lehet, hogy csak azért van, mert már annyiszor hazajöttél. Talán most is így lesz. És a Jóisten is biztosan meghallgatja azt a sok könnyes, ártatlan könyörgést, amit Margitka küld hozzád nap-nap után. Az én tudatos imáimmal is, amiben kérem, hogy csak még egyszer adjon nekem lehetőséget, hogy jobban szerethesselek, jobban megbecsülhesselek, jobban vigyázhassak rád, édes kisfiam. Pillanatnyilag az ügyvéd kérdése a legégetőbb probléma. Nem is gondolod, milyen nehéz. Csak katonai védő lehet az illető, meg olyan nehezen vállalják. Nem csak a kényességből kifolyólag, hanem mert most Győrbe kell utazni, a tárgyalás meg Veszprémben lesz, s előreláthatólag több hétig tart. Augusztus 21-e. Ma írt az a barom Tassi, az ügyvéd. Még csak 16-án küldte el az iratokat és a megbízó levelemet a Miklós ügyvédnek Győrbe. Ha esetleg 17-én meg is kapta, akkor is legkorábban csak ma mehet be hozzád. Jaj, édes kisfiam, mit állhatsz ki a bizonytalanság miatt? Most feladtam egy express ajánlott levelet a Miklósnak, hogy azonnal menjen be hozzád. Utána pedig azonnal írja meg, hogy beszélte veled, s mikor lesz a tárgyalás. Ezt csak azért kérem tőle, hogy ellenőrizhessen, mikor járt nálad. Különben Tassi írta, hogy 155 forintot fizessek neki alkalomattán azért, mert Győrben volt, napi díj, úti költség, stb. Hát majd fizetek, ha lesz felesleges 155 forintom. Istenem, csak már ott tartanánk legalább, hogy mindent megbeszéltél az ügyvéddel. Margitka kérdezi, hogy mikor hoz a Jézuska megint olyan karácsonyfát, amelyik a sublóton volt a múltkor. Mondtam, majd ha esni fog a hó és tél lesz, akkor jön a Jézuska. Hoz ajándékot is? Hoz, mondtam, és megkérdeztem, hogy az idén milyen ajándékot kér a Jézuskától. Egy szép karácsonyfát, legyen rajta szaloncukor, meg kis lámpák, gyertya, és alája nem kell hajas, hanem édesapát tegye alá a Jézuska. Más ajándékot nem kérsz? Nem, mondta elgondolkozva. Picit várt, aztán azt mondta, először édesapát hozza Jézuska, aztán lehet egy kis vasalót. Ugye, édesanya? Szeptember 12-e. Szörnyű ez az idegállapot. Most egy jó pár napja semmi hírem rólad. Az ügyvéd sem ír, legalább azt, hogy megkapta az iratokat. A szennyes sem jön. Még jó, hogy a tisztasági csomag nem jött vissza, tehát megkaptad. Azóta már az élelmiszer csomagot is biztosan. Ha egy pár napig nincs mivel foglalkoznom, ami veled kapcsolatos, már kibírhatatlan. Sikerült mindenkivel összevesznem most is. A fejem úgy fáj napok óta, hogy úgy gondolom, azonnal szétpattan. De természetesen ott leszek. Szükséged lehet rám, talán tudunk érintkezni közvetve vagy közvetlenül. Drága jó kisfiam, neked nehéz lehet nagyon, és még én panaszkodom, ne haragudj. Legyen már valami biztos. Kívánom már a tárgyalást, meg félek is tőle nagyon. Margitkánk meg folyton hallja, hogy jön már az édesapa haza. Most nyitják ki a börtönt, most ül a buszba, most ül a vonatba, mert jön, hallod, édesanya? És akkor egy kicsit mindig én is hallom, bízok, reménykedem, imádkozom. És megint jönnek a sivár percek, a reménytelenség, üresség, birkózás a lemondással. És ez így megy nap, nap után. Október 21-e. Újra itthon vagyunk, mindenen túl, s talán a mélyponton is. Két napja, hogy életfogytiglan börtönbüntetésre ítéltek. Ezeket a napokat soha nem felejtem el. Úgy rögződött belém minden pillanata, hogy most is világosan látom nem csak a szemek játékát, hangok súlyát, az arcvonások rezdüléseit, a jót, a rosszat,
de azt is, ami ezek alatt és mögött hullámzott egész idő alatt. Te is láttad, te is tudod. Nem gondoltam, hogy ennyire életre halára menő lesz, és hogy ennyire feszült, túlfűtött lesz a levegő. Amikor a bíró kijelentette, hogy a megyeházán lesz az ítélet hirdetés, akkor zuhantam a mélypontra, nagyon jól tudva, miért kell ez a színház. Láttam, te is tisztában vagy vele. Nem volt senki a teremben, csak te és én. És szinte ittam magamba az arcod, az alakodat. Büszke voltam rád az egész tárgyaláson, s mint ahogyan te, én is magasan hordtam a fejemet. Az utolsó szó jogán őszinte, igaz, emberi megnyilatkozás volt, amelynek az életedet köszönhetted. Mindenki tisztában volt a beszéd igazságával. A bíró elmerülve hallgatott és figyelt, úgy figyelt, mint se előtte, se utána, soha. Mikor eljöttem a nagy teremből, nem tehetek róla, csak úgy bugyborékoltak bennem Adi szavai. Vége van, a függöny legördül, komisz darab volt, megbukott. Ránk halálos volt a játék. Az volt. A második naptól kezdve érezhető volt hatalmas erővel az a nyomás személyed ellen. És mégsem sikerült. A beszélő után s azóta is hallom a hangod. Neveld úgy, ahogyan én nevelném. És annyi fájdalom van ebben, hiszen ehhez kapcsolódik az egész életem. Neveld úgy, ahogy én nevelném, mert nem leszel velünk. Nem nevelheted velem együtt, nem állsz mellettünk. Elmúlnak az évek, melyeket hármasban boldogan tölthetnénk, elmúlnak a nagy semmibe, visszahozhatatlanul. Tehát nincs megnyugvás, hanem sikoltozni tudnék a fájdalomtól. És hogy mégsem teszem ezt, az a kis remény adja, hogy egyszer, majd, valamikor. Mérhetetlenül fáradt vagyok, és minden pillanatban becsukódik a szemem, és akkor jönnek a képek, a hangok. Margitkával mindent megbeszéltem. Megértette, és mondta, hogy nem úgy van, hogy sokáig nem látom majd édesapámat, hanem egyszer kopog és hazajön, de akkor nem fog téged szeretni, mert mindig sírsz, édesanya. Nem tudom, édesapa, azt hiszem végérvényesen kimerültem, nem tudok írni. Most a legjobb lenne veled együtt ketten valahol aludni egy kicsit. Egy pár évet. Hát azt hiszem, hogy ezek az elhangzott sikolyok, amiket György Anna gyönyörűen megidézett, bennünk visszhangoznak, és nem is tudunk róla tulajdonképpen, hogy a mi elakadásainknak mi a gyökere, és amikor elindulunk egy transzgenerációs probléma felgöngyölítésében, illetve, hogyha jobban úgy tetszik, akkor tehát a generációkon átívelő családi drámáknak a felgöngyölítésében, akkor eljutunk ezekhez a történetekhez. Ezt hogyan látjátok? Én azt gondolom, hogy ezek az egész könyv számomra a legtöbbet a Kádár-rendszerről mondja el. Tehát, hogy ezek nem is feltétlenül csak családi drámák, nyilván személyes sors szintén azok, hanem igazából ezek a mondatok, ezek a gondolatok a nagy nemzeti drámák. Tehát amikor itt különböző nyugati jelentéseket olvasunk 70-es, 80-as években a kujás kommunizmusról, a szabadságról, a szabad beszédről, ami ebben az országban ők tapasztalnak, és ennek ezt egyfajta jó eső érzéssel örömmel konstatálják, akkor igazából ezekre kell gondolni, hogy ez a serpenyő másik oldala. Tehát, hogyha végignézzük a, és már elhangzott ez a két dátum, 44 és 56 közötti magyar történelmet, akkor 44-ben eltűnik a zsidóságnak a jelentős része, 45-49 között egy újabb derékhad, egy újabb erős támasz a nemzetnek emigrál, elpusztul. 56-ban egy újabb, látjuk, hogy milyen emberek, milyen tartással, milyen gondolatisággal, és ott ezek után még jönnek a börtönévek, ugye akik nem végeznek ki, azok börtönbe kerülnek. Talán Déri Tibor írja a naplóiban, amikor kérdezik tőle az ő börtönévei után, amikor amnestiával szabadul 63-ban, hogy akar-e újra írni. Te, hogy akarok írni, sétálni akarok, élvezni a napsütést, és majd egyszer valamikor talán. Aztán ez eljön ez a talán az ő életében, meg nyilvánvalóan az ő személyisége az egy ebből a szempontból egy teljesen más sors, meg egy más életút,
de látszik, hogy akkor eljövünk 63-64 az amnestia környékére, a 60-as évekbe. Erre már nincs, persze, hogy szabadság van, persze, hogy nem úgy beszélnek, mint Ceausescu Romániájában, vagy mint nem úgy beszélnek, mint később az NDK-ban, mert egy ilyen időszak után vagyunk, nincs rá szükség. És ezek a sorsok, ezek a szavak, amiket hallunk, ezek szólnak igazából a 70-es, 80-as évekről és az ünnepelt gulyás kommunizmusról. Az ünnepelt gulyás kommunizmus az egy nagyon racionális, a Kádár rendszer fenntarthatóságát, meghosszabbíthatóságát célzó döntés. Mert nincs szükség arra a típusú elnyomásra, arra a típusú retorikára, de azért nincs szükség, mert előtte ezeken átmentünk, és azért, mert előtte ezeket az embereket megnyomorították, elcsendesítették, és elhallgatott történetekkel van tele, amelyek ebben most a könyvben megtalálhatóak. Két gondolat jutott eszembe, amikor Zoltánt hallgattam. Az egyik az, hogy ha akár a Richter, akár a brusznyai életpályát megnézzük, ami nagyon közös bennük az, hogy itt autonóm, felelősséget viselő, hiteles polgáremberekről van szó, és hogy a két diktatúrában az is a közös, hogy ezeket az embereket ellenségnek tekintette. Tehát, hogy erre nem volt szükség, és hogyha így olvassuk ezeket a történeteket, ezek végül is hiánytörténetek is. Tehát, hogy mi az, amit elveszített a magyar társadalom, mi az, amit elveszítettek vele, akár a nyilas, a náci, akár a kommunista diktatúrának az erőszak történeteit nézzük. Tehát ez az egyik, hogy itt egy kreatív, tevékeny, felelősséget vállaló réteg veszett el, és ez nem csak a polgári réteg, de a parasztság körében, a nemesek körében, tehát tökéletesen az egész magyar társadalmat, hogyha lefedjük, akkor át tudjuk, vagy tudunk ilyen történeteket hozni. A másik, amiről a Zoltán beszél, ez az elhallgatás és felejtés, mert itt azt gondolom, hogy valóban ez a Kádár rendszerről nagyon erősen szól ez a kötet, mert mi történt? Részben ugye 56-ot követően is egy elképesztően erős propaganda kampány indult meg, tehát a brusznyai Árpádot és a brusznyaikat, mert hiszen ezek mind szimbolikus történetek is, nem csak, hogy az életüktől fosztották meg őket, hanem a becsületüktől is. Tehát, hogyha végig gondoljuk azt, hogy mit lehetett 89-95-56-ról hallani, hát csak azt, hogy itt csupa lumpenproletár, elnyomó, prostituáltak, a múlt rendszer örökösei akartak tulajdonképpen egy fasiszta hatalmat visszahozni. Tehát ugye, hogy a nyelv szerepe, tehát hogy hogyan bélyegezzük meg, milyen nyelvi kifejezésekkel bélyegezzük meg. Tehát ez az egyik, hogy ennek az asszonynak úgy kellett felnevelni a gyerekét, hogy egy megbélyegzett ellenforradalmának az özvegye volt, és amikor a 80-as években a Szabad Európában beszél a férjéről, akkor tulajdonképpen ezzel az óriási árral szemben ad egy alternatív emlékezetet, ami ráadásul egy felettetés, egy nagyon tudatos felettetés volt. Tehát, hogy ezekről az emberekről, ezekről a történetekről nem beszélhettek. Tehát úgy kellett felnőni a generációknak, hogy nem beszélhettek róla. És azt gondolom, hogy ez... Hát most már ugye eltelt egy generáció a rendszerváltást követően, és még mindig ezzel van nekünk feladatunk, hogy újra behozni a közgondolkodásba, ha tetszik, a közös nemzeti emlékezetbe ezeket az elfeledett életutakat. Tehát, hogy itt egy nagyon tudatos emlékezet politikája van a Kádár rendszernek, amelyik a maga identitását részben ezeknek az embereknek az elfeledtetésére és megbélyegzésére építette. Akkor ezért lehet az, hogy a mai magyar kortárs irodalomban én kicsit számot vetettem mondjuk az elmúlt két év olvasmányaival, hogy miket is olvastam, Dragomán, Szabó Tianna, Grecsó, Hály János, Píró, Szabó Magda történeteit, és azon vettem magamat észre, hogy mindegyik múlt feldolgozással foglalkozik. Tehát ennyire nem tudunk elszakadni a múlttól? Tehát mi ennek az oka szerintetek? Annak idején még a 1930-as évek elején volt egy szovjet ügyész, aztán volt legfőbb ügyész, és meg hasonló dolgokat töltött be, Nikolaj Krilenko. Ő azt mondta, hogy a bunkó primitív fegyver, a puska fejlettebb fegyver, de a legjobb fegyver a bíróság. És valahol a Kádár féle megtorlás, az a persorozat, az ezt valósította meg Magyarországon is.
És utána ez jelenti az alapot, ez jelenti a hagyatékot, ez jelenti az írásos hagyatékot. Tehát a magyar történelmet kisiklatják, és helyette írnak egy teljesen új álltörténelmet. És hogyha belegondolunk, kérdezted, hogy milyen érzés volt, amikor ezt a könyvet próbáltuk összehozni. Sajnos, persze minden történész ezt tagadja, de ott van bujkán mindenkiben a kérdés, mi lett volna, ha. A Richter Gedeon az egy magyar multi volt, indiai, egyiptomi leányvállalata volt. A brusznyai kinevelhetett volna nem tudom hány nemzedéket a gimnáziumban, ha ugyan nem indul mondjuk polgármesteri vagy más tisztségi. És mindegyik szereplő az az, hogy micsoda nagyszerű társaság volt itt, akiket gondosan és kímélet nélkül vagy szó szerint meggyilkoltak, vagy erkölcsileg, és ránk nyomták ezt a szörnyű, sötét hagyatékot. És ez a könyv tulajdonképpen erről is szól, hogy egy kicsit ezt úgy oszlassuk szét, gondoljuk át, hogy mire képes ez az ország, amikor nem kell ilyen borzasztó, iszonyatos, totalitárius rezsimekkel megküzdenie. Akkor ezért ragadunk bele a kortárs irodalom tematikájában? Az irodalomnak mindig az a feladata, hogy szerencsére meghaladtuk ezt a dekonstruktív 70-es és 80-as évek Foucault, Paul de Man, meg ilyen francia új hullámosoknak az író halott, az írók szerencsére sok esetben felébredtek, és hát azért azt ne felejtsük el, hogyha csak Márai Sándorra gondolunk, aki azért megénekelte az emigrációból a valós történetét, annak, amit ő átélt a 40-es évek végéig, ameddig el nem hagyta az országot, vagy utána az 56-nak a valós percepcióját. De ezek sem léteztek 1990-ig. Ugye hát Márait is próbálták visszacsábítani, de ő mondta, hogy addig, ameddig itt kommunisták vannak, ő nem szeretne ebbe kollaborálni. És azért milyen tragikus, bocsánat, az élet, hogy pont 1989-ben lett öngyilkos, igen. Tehát, hogy... És ilyen szempontból az irodalomban is kiesett egy korszak, mert ugye beszéltünk, Dérit említettem. Déri utána azért a Acéléknak egy ünnepelt írója lett, és olyan műveket írt meg, ami nem foglalkozott a múltnak az ilyen szintű feldolgozásával, vagy az akkori sztár festők, írók, gondolkodók. Ezzel a részével ez egy kibeszéletlen dolog maradt, és ez 90 után kezdődött el. És nyilvánvalóan 90 után a mai napig azért itt van velünk az a fajta vita, hogy azért ezek a tettek megtorlatlanul maradtak. És ezzel kell valamit kezdeni a magyar társadalommal. Tehát az irodalom is egy 40 év csúszással próbálja ezeket feldolgozni, és ami a legnagyobb, amin én felhívnám a figyelmet, hogy nem az a generáció próbálja meg feldolgozni, és ezért születnek nagyon jó, de adott esetben meg az én véleményem szerint nagyon félremenő irodalmi alkotások is, mert ez egy másik generáció, ez a unokák próbálják feldolgozni a apák és nagyapák cselekedeteit, ami egy érdekes, tehát ez mondjuk, hogyha azt nézzük a II. Világháború után, a demokratikus országokban ez lezajlott. Tehát ha megnézzük a német irodalmat, akkor ott a 60-as, 70-es évekre, tehát hogy Willy Vesper, az akkori náci korszaknak az egyik legjelentősebb írója, neki a fia Bernhard Vesper írta meg a Die Reise, az út című művet, amiben feldolgozza édesapjának és az egész Kádár, az egész hitleri rendszer és az egész utána következő 50-es, 60-as éveket. Ez Magyarországon nem történhetett meg. Tehát Magyarországon egy másik generáció az, aki ezzel most valamit próbál kezdeni. És én azt gondolom, hogy ez még hosszú ideig téma lesz a mi irodalmunkban, téma lesz a filmművészetben. Vannak azért olyan alkotások, Lajos Tamás producernek az elmúlt években több olyan filmalkotása volt, ami azt gondolom, hogy abba az irányba kezdte el irányítani a figyelmet, amely talán segíthet ennek a korszaknak is a feldolgozásában. Krista, de csak két nevet idézünk fel. A könyv egyik hőse, Arany Bálint. Két kihallgatója az államvédelemnél, Kartos György, később a Magvető kiadó igazgatója, illetve a Berkesi, ma már méltán elfeledett, de a Kádár rendszer ünnepelt sztárírója. Na most itt is megint egy szándékosan megalkotott művi
magyar közösségtől, nemzeti hagyományoktól idegen, erőltetett irodalmi kánon megteremtése. Tehát ebbe a képben minden benne van. Ebben a könyvben több recski történet is van. Tehát Magyarországon végül is a Mátrában volt egy titkos kényszermunkatábor. És a rendszerváltás hajnalán, akkor egy kultuszfilm volt a Gyarmati Líviának és a Böszörményi Gézának a filmje, a Recs. És én emlékszem arra, tehát azok megdöbbentőek azok a képek, amikor az egykori recski fogva tartók azt nyilatkozzák a kamerába, hogy ott nem volt semmifajta fizikai erőszak, nem volt verés, és ez a rendszerváltás ideje. És egy 50-es évekbeli történetről beszélünk. És a recskiek pedig ugye, hát nem csak hogy a kényszenvedéseiket mondták el, hanem azt is elmondták, hogy amikor a 80-as években a nyugdíjukért kellett folyamodniuk, akkor a recski éveket nem számolták bele a nyugdíjba, mert azt mondták nekik, hogy olyan nem volt. Tehát, hogy ez a teljes tagadás, a teljes elhamisítása, elhallgatása a múltnak, az még a rendszerváltás idején is ott volt közöttünk. Azok az 56-os bírák és ügyészek, akik ezt a megtorlás hullámot végigcsinálták, azok nagyon sokszor, nagyon sokan még ott voltak pozícióban, vagy éppen csak, hát ne felejtsük el, hogy a Gulyás Lajosék, Tihanyi Árpádék, Földes Gáboréknak a bírája, aki péklegényből lett bíró, egészen 1987-ig a Győr megyei bíróságnak az elnöke volt. Most gondoljuk el azt, hogy ezek milyen mélyen beívódtak azoknak a közösségeknek a hálózatába, a tudásába. Hát ez egy hihetetlen, hogy mondjam, szakadékokat kellett ahhoz mentálisan átlépni, hogy erről az időszakról szabadon lehessen beszélni. És amikor az ember ma interjúkat készít, és minél inkább lemegy helyi szintre, ahol az egykori áldozatok és az egykori meghurcolóik azért ugyanabban a közösségben élnek, a mai napig előjönnek, hogy félnek. Tehát ez a tabusítás, ez valóban transzgenerációs történet, tehát hogy a félelem és a tabusítás az kell, hogy mondjuk, hogy mind a mai napig benne van a társadalomban. És ez a könyv azt gondolom, hogy talán ezt is próbálja segíteni, oldani. Ezt csak alátámasztani tudom. Áron említette Arany Bálintot, őt szeretnénk most megidézni majd önöknek. Egy emlékirat betekintés következik. Újra a katonapolitikán. Főkihallgatóm Kardos György. Még aznap este visszavittek a katonapolitikai osztályra. Kardos György elé kerültem. Ő tulajdonképpen most hallgatott ki először. Engem egy 200-as égővel szembeállított. Ő emögött volt a gépírónővel. Oldalt a félhomályban két markos ember ült. Kardos felolvasta előttem az előző éjszaka Villányi Ezredes által összeállított jegyzőkönyvet. Most tudtam meg, hogy amíg a széken a kimerültségtől aludtam, Villányi miket írt össze. Tiltakoztam és kijelentettem, hogy az írásban foglaltakat nem ismerem el magaménak. A következő pillanatban leütöttek. Nem tudom, meddig fetrenghettem a padlón. Amikor magamhoz tértem, Kardos elém tette a jegyzőkönyvet. Kábult voltam, megjegyzés nélkül aláírtam. Utána engem a fal felé fordulva állni hagytak. Kardos kiment, nem sokára visszatért egy idősebb ezredessel, aki a jegyzőkönyvvel a kezében lépett hozzám, és azt mondta. Látja, Arany? Ezt már régen megtehette volna, és megkímélte volna magát a sok kellemetlenségtől. Akkor már kissé összeszedtem magam, és ezt válaszoltam az ezredesnek. Csak az a baj, ezredes úr, hogy ami abban a jegyzőkönyvben van, nem igaz. Az ezredes szó nélkül kiment. Kardos pár lépést kísérte, majd visszajött kezében egy nagy, 40 cm-es aktalyukasztóval, indulatosan felém tartott. A lyukasztót felemelte, de elment mellettem, nem ütött meg.
Az ő irányítása alatt ezzel elkezdődött egy 8-10 napos tortúra, melynek lefolyását, szörnyűségeit nem kívánom részletezni. Meg volt szerkesztve a kiagyalt bűnlista, amelyet mindenképpen vállaltatni kellett velem. Ez volt szükséges ahhoz, hogy lefolytathassák azt a gondosan kitervelt, felépített korrupciós pert, aminek a kisgazdapárt teljes szétzúzásához kellett vezetnie. A terv sikeréért a felelősség a katonapolitikai osztályt terhelte. Megbízói már türelmetlenek voltak. A világ elé akarták tárni a veszedelmes katonai összeesküvést, mely a konstrukció szerint a demokratikus magyar kormány a fiatal magyar demokrácia megdöntésére, a régi világ visszaállítására irányult. Persze én soha senkivel nem beszélhettem. Kezdettől fogva mindenre magamnak kellett rájönnöm és kiértékelnem. A drasztikus rábeszélések hol éjjel, hol nappal zajlottak. Egyszer kezelésem közben véletlenül kardosra pillantottam. Eltorzult, iszonyodó arccal szemlátomást borzadállyal nézte a jelenetet. Amint később hallottam, epilepsziája volt. Lehet a látottak is hozzájárultak ennek kialakulásához. Egy este kardos szembesített, már nem tudom milyen ügyben, Szent Iványi Domokossal. De arra emlékszem, hogy mindent ráhagytam Domokosra. Máskor egy detektív volt mellettem. Arra kellett ügyelnie, hogy az előírt guggolópozban maradjak, amíg meg nem jön az eszem, és alá nem írom az aznapi penzumot. Végigfeküdt egy hosszú asztalon, én az asztal végén guggoltam, csuklóim egy sejem nyaksállal voltak megkötve. Egyik kezével két csuklom között ezt a sálat fogta, mert a fájdalomtól minduntalan összeestem, eldőltem. Másik kezében egy nagy fej vörös hagymát tartott, azt harabdálta. Meglehetősen be volt rúgva. Unalmában mesélgetett is nekem. Elmondta, hogy letartóztatásunk előtt 3 hónap óta állandóan figyeltek bennünket. Utoljára a vérmezőn, Héder lakása előtt ő várt december 16-án néhány órán át. Valóban aznap tartottuk utolsó megbeszélésünket, de már csak 3-asban. Aztán említett még néhány helyet, ahol össze szoktunk jönni. Közlései meggyőzőek voltak. Aztán ennek is vége lett egyszer. Ülni, járni alig tudtam. Állandó ideglázban félig öntudatlanul killódtam át egyik napot a másik után, amíg a szükséges anyagot ki nem facsarták belőlem. Ezután egy eseménytelen nap következett a pécsi hadnaggyal, majd levittek egy zárkába, s ha jól emlékszem, egy kövér orvossal meg is vizsgáltattak, de semmiféle orvosságot nem kaptam. A vizsgálat után egy másik emeleti szobába kísértek. Egy íróasztal mögött kardos ült, előtte iratcsomó. Néhány perc múlva bejött a szobába egy idős rendőrezredes. Kisgazdapárti ember volt. Gyuris nevű és Szőlősi főügyész. E neveket csak később tudtam meg. Oldalt foglaltak helyet, s egy szót sem szóltak. Kardos felolvasta az előtte lévő írást. Félálomban hallgattam, s felszólításra ott a két tanú jelenlétében aláírtam. Amit ugyancsak sokkal később tudtam meg, ez volt az úgynevezett ügyészi kihallgatás. S nekem jogom lett volna a katonapolitika által összeállított és most előttem felolvasott zárójegyzőkönyvekbe foglaltak, mert ez volt a zárójegyzőkönyv, ellen tiltakozni. Hozzáértő jogász embernek ez az eljárás mindent megmond. Végül kardos még felszólított, nevezzem meg az ügyvédemet. Fogalmam sem volt, kit nevezzek meg sok ügyvéd barátom közül, hiszen annyit tudtam már, de csak véletlenül, hogy közülük sokan le vannak tartóztatva. Kértem, hogy feleségemet hívják fel telefonon. Ő mondta aztán meg, hogy ügyvédem Ferenczi Zsigmond barátom lesz. Ezzel az ügyészi kihallgatás véget ért.
Első tárgyalási napon. Visszavonom vallomásomat. Március 12-én 7 óra tájban felvittek az intézetvezető várnagy irodájába. Ott várt rám Péter Gábor. Kettesben voltunk. Leültetett és cigarettával kínált. Igen, jóságos volt. Aztán hosszú előadásba kezdett. Jól tudják, hogy én ki vagyok, ismerik a múltamat, munkásságomat, politikai felfogásomat. Ennek alapján biztos remélik, hogy belátom, erre az egész eljárásra azért van szükség, mert az ország érdekéből a hatóságoknak bizonyos embereket, akik akadályozzák a kibontakozást, átmenetileg el kell távolítaniuk a közéletből. A bíróságnak ezért bizonyos ítéletet kell hoznia, de bármi történik is. Bármilyen szigorú ítéletet hoznának is ellenem, ne törődjek vele, mert a hajam szála sem görbül meg. És néhány év múlva, amikor a konszolidáció megfelelő eredményeket ért el, szabadlábra kerülök. Dolgozhatom ismét, störlik ítéletem esetleges kedvezőtlen következményeit. Talán fél óráig ültem ott. Szívtam egymás után az elém betett cigarettákat, és nem szóltam egy szót sem. Elhatározásom, vallomásom visszavonására ekkor már megingathatatlan volt. Visszavittek a harmadik emelet 17-es zárkájába. 8 órakor felvezettek a nagy tárgyalóterembe. Ott ült már 5 vádlottársam. Mindegyik mellett egy-egy fegyőr. Én voltam a hatodrendű vádlott. A bilincseket, amiket a felvezetés ideje alatt kellett hordanom, levették kezemről. Bejött a bíróság, és az elnöklő Jankó Péter bejelentette, hogy engem fog kihallgatni. Előtte azonban ismertette az ügyészség terhmere kiadott vádiratát. Ennek megtörténte után kértem az elnököt, engedje meg, hogy egy bejelentést tegyek. Megengedte. Amikor tehát Jankó tanácselnöktől a bejelentés megtételére engedélyt kaptam, kijelentettem. Az 1947. február 11-én felvett 7 oldalas jegyzőkönyv első és utolsó bekezdését elismerem magaménak. Ami azonban közben van, az nem az enyém, nem ismerem el, s ha aláírtam, visszavonom. Jankó meglepetten hallgatott végig, majd megkérdezte, hogy ha nem ismerem el, miért írtam alá? Kijelentettem, hogy kényszer hatása alatt tettem, aminek velem szemben való alkalmazását bizonyítani is tudom. Jankó felfüggesztette a tárgyalást és szünetet rendelt el. Az előző napok alatt kihallgatott 5 vádlottársammal együtt átvittek a nagy tárgyalóterem mellett lévő kis szobába. Engem a többiektől távol az egyik sarokba állítottak. Péter Gábor maga vigyázott rám egy fegyőr kíséretében. Megengedte, hogy a feleségemmel néhány szót válthassak, de kikötötte, hogy csak családi dolgokról beszélhetünk. Feleségem azzal kezdte, hogy se te, se én nem vagyunk fontosak, csak az igazsága fontos. Péter Gábor azonnal szólt. Figyelmeztetem, hogy csak családi dolgokról beszélhetnek. Arról beszélünk, mondta a feleségem. Róla és rólam van szó. A pármondatos, azután is valóban családi vonatkozású beszélgetésünk alatt feleségem fekete kávét és bőséges 10 órait adott. Talán egy óra múlva visszavittek bennünket a nagy terembe, és folytatódott a tárgyalás. Összefüggően próbáltam vázolni előéletemet, munkásságomat, a kisgazdapárt szervezésébe való bekapcsolódásomat és barátaimmal folytatott tárgyalásaimat gazdasági és időszerű politikai kérdésekről, amit természetesnek és jogosnak, sőt, magyar állampolgári kötelességünknek tartottam. Jankó minduntalan beleszólt előadásomba az előtte lévő jegyzőkönyvből, olyan részleteket ragadva ki, amelyek rám nézve terhelők lehettek volna. Mindig figyelmeztettem, hogy ez a rész a visszamondt vallomásokból való. Rövid ebédidő megszakítással délután 5 óráig tartott a tárgyalás. Nem volt sima és zökkenőmentes, de végig kitartottam a kikényszerítve vallott jegyzőkönyvek megtagadása mellett.
tárgyalás berekesztése után valamennyiünket megbilincselték, és kifelé indultunk. Én legelől. Egyszer hátra pillantottam, és láttam, hogy egy civil ruhás idősebb vádlottársam összebilincselt kezét feje fölé emeli, és mosolyogva gratulál nekem. Amint később megtudtam, Dálnoki Veres Lajos vezérezredes volt. Akkor láttuk egymást először. Mi, akikről azt állították, hogy katonai összeesküvés szőttünk a köztársaság ellen. Ez a két idézet az emlékirat ugye különböző pontjairól annyira megmutatja ennek az egésznek a szürrealitását, ezért is idéztük be. Viszont mégiscsak elgondolkodtató, hogy amikor a múlt feldolgozással foglalkozunk, akkor nem lenne jobb ezt az egészet ledobni a vállunkról? Megfordul ez bennünk, és ha igen, akkor hol tartunk ebben a kérdésben? Természetesen nyilván ez azért mindenhol Közép-Európában egy visszatérő kísértő gondolat, hogy mit kezdjünk azzal az iszonyatos tragédia özönnel, ami egyébként az összes közép-európai és a balti népek körében a 20. században tapasztalható volt. De itt azért fölhívnám a figyelmet I.S. Gyulának egy félmondatára, hogy a rosszul megírt múlt az ilyen mérgező kötként üli meg a tájat, az mindig visszajár utána kísérteni, ha nem rakjuk a helyére. És azért gondoljunk arra, hogy a totalitárius rezsimek abban nagyon hasonlóak, hogy egy új nyelvet hoznak létre, kiforgatják a szavakat. Viszont náluk emögött mindig egy fontos kérdés van. Kinél van a fegyver? És ezek az emberek valahol ezt ismerték föl, és megpróbálták legalább a szavak fegyverét kicsavarni a totalitárius rezsimek képviselőinek a kezéből. Erről is szólt az előbb felolvasott részlet. És én azt gondolom, hogy ha egyéb módon nem is, de akkor így mindenképpen ez ellen az iszonyatos, és máskülönben pedig felemelő múlttal kapcsolatban nekünk érvényre kell juttatnunk a saját igazságunkat. Hogyha körbenézünk a környékünkön, Közép-Európában, akkor mit tapasztalunk hős, mitosz, újrateremtés témakörében? Nagyjából ugyanazt tapasztaljuk szerintem mindenhol, hogy ugyanezzel a teherrel küzdenek. Nyilván talán picit Németország más, mert ők két ország újra egyesült 1990-ben. De itt még én visszakanyarodnék arra, hogy ez egy nagyon csábító dolog, és valóban minden országban ez a csábítás előkerül, hogy akkor foglalkozzunk ezzel, mi van, ha nem foglalkozunk el, és elfelejtjük. De ugyanolyan, hogy ugye van egy ilyen nagy irodalmi vita, hogyha megírja valaki a világ legjobb regényét, és azt nem olvassa el senki, akkor az a világ legjobb regénye volt, vagy nem. Szerintem a valósággal ez egy egyszerűbben eldönthető kérdés. Azzal, hogy ezek a tragédiák megtörténtek, ezekkel az emberekkel ezek a sorsok lejátszottak, akkor ez megtörtént, vagy nem történt meg? Szerintem egyértelmű a válasz, hogy megtörtént. Akkor innentől kezdve meg ez a klasszikus struc homokba dugja a fejét, esete lenne, hogyha ezzel nem foglalkozunk. És akkor beljebb vagyunk, előrébb vagyunk, akkor ezeket elfelejtettük? Látunk-e olyan szerencsés történelmi országot, ahol azért szerencsés, mert ő elfelejtette a múltját? Tehát ezek nem működnek így. A másik oldala pedig, hogy oké, akkor tegyük fel, hogy elfelejtettük, és akkor kitalálunk helyette valamit. Azért az ember nem tud úgy élni, hogy akkor nem is tudom, hogy honnan jövök. Mindenki tudni akar, ezért ilyen népszerűek ezek a genealógiai családfok. Mindenki ezt akarja tudni, kreál magának történeteket, érteni akarja mindenféle asztrológia. De ezek nagy látszik, hogy mennyire népszerű a mai társadalomban. Nem jobb ennél, hogyha akkor megnézzük, hogy mi is történt igazából valójában? Hát én azt gondolom, hogy ezek lehet, hogy csábítóak, nekem nem, de lehet, hogy valakinek csábítóak ez az elfelejteni, de akkor is jobban járunk, hogyha a valóságot próbáljuk megérteni, mint hogyha králunk valamiket, amik meg igazából én nem hiszem, hogy hosszú távon segítenek bármilyen társadalmat. Olyannyira nem, hogyha megnézzük, azért Nyugat-Európában
ha valami virágzik, az éppen az emlékezet kutatás, tehát tengernyi irodalom van, és ez pont arra reflektált, hogy éppen Németországban ugye a második világégést követően volt egy ilyen, egy óriási felejtetés hullám. Tehát ez a ne beszéljünk róla, próbáljuk meg túllépni rajta, és nem működött, és ezt ismerték föl, a 60-as, 70-es években, és akkor kezdtek el nagyon szisztematikusan és reflektáltan a saját múltjukkal foglalkozni, mert hogy arra jöttek rá, amire mi is rájövünk, és minden generáció újra is újra rájön, hogy az ember, a családja és a maga közössége, az szervesül azoknak a közösségeknek a történetébe. Tehát óhatatlanul hordozzuk magunkban, tehát családként is hordozzuk magunkban a saját nagyszüleink, dédszüleink történeteit, jó és rossz döntéseit. Azoknak következménye van, ránk nézve is következménye van, és nyilván ezt a puttonyt jó volna ledobni, csak először el kell cipelni. És ez a cipelés, ez tulajdonképpen a megfejtést jelenti. És még egy dolgot akartam mondani, hogy nyilvánvalóan, ahogy ez a könyv is, és a történelmünk is, ez nem egy heroizált történet. Tehát itt nem csupa szentről van szó, nem arról van szó, hogy itt csupa hibátlan hős élt előttünk, akiket megkurcoltak. Nem. Ezek az emberek a maguk esendőségeivel, gyarlóságaival, rossz és jó politikai döntéseivel együtt vannak. Mert hogy a történelmünk ilyen volt, tehát nem csupa jó és csupa rossz, csupa áldozat és csupa bűnösről beszélünk, hanem komplex összetett történetekről, ezek a történetek is ilyenek, de mégiscsak visszatérve a beszélgetés elejére, ezekben a történetekben, ezekben az értetekben van olyan döntés, olyan egyéni döntés, olyan kockázatvállaló és valódi döntés, amin érdemes elgondolkodni, és ami akkor aztán utána ezt a történeti múlt föltárást is segíti. Tehát, hogy kell, hogy az önazonosságunkhoz és a közösségi, kollektív identitásunkhoz is kellene kapaszkodók, és ezek a kapaszkodók, ezek óhatatlanul is a történelemből is származnak, és ezek a, hát mi azt gondoljuk, hogy ez a kötet talán ebben segít, nem ad választ, nem ad megoldást, de talán segít ebben a gondolkodásban. Köszönöm, hát végül hadd osszam meg veletek a saját élményemet, mert amikor először a kezembe került a könyv, akkor én teljesen rabjává váltam ennek a könyvnek, és heteket töltöttem csak különböző emlékiratok olvasásával. Sőt, a 13 éves fiamat elvittem Recskre, tettünk egy fantasztikus kirándulást a gyönyörű őszben és a Mátrában, a Recski munkatáborban. Aztán ezt követték számos családi legendáriumoknak a felidézései a családomon belül, és én azt gondolom, hogy ezek a beszélgetések, ezek a mély feltáró és szeretetteljes beszélgetések, amelyek a legnagyobb hozadékai egy ilyen csodás kiadványnak. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és sikerült megszerveznünk ezt a beszélgetést, a PIM-nek pedig, hogy biztosította a helyszínt. És hogyha sikerült meghoznunk a könyvhöz a kedvüket, akkor helyezzék a karácsonyfa alá, méltó ajándék lesz bármelyik családtagjuknak. És mi elköszönünk, de hogyha még van egy pár percük, akkor maradjanak velünk, és hallgassák meg György Anna előadásában Brusznyainé Hont Ilona 301-es parcella című írását, amely egyébként 1984-ben lehetett hallani a Szabad Európa Rádióban először. Igen, nagy a Kozma utcai temető, biztosan sok hold. Nem értek hozzá. Megy az ember sokáig. Nagy kör alakú terek törik meg az utat, s belőle szerte ágaznak a sír utcák. Aztán megint egyenes út, s megint kör alakú tér, s megint az utcák, melyekben immár békések az emberek. A szeretet, ami néha kicsit késő jön, s időközben meg is növekszik, óriási síremlékeket emel, s naponta virágokkal borítja a hantokat. Nevek, évszámok, soha nem felejtünk, örökké gyászoló hitvesed, tobzódnak az aranybetűk. Imádkozó angyalszobrok, lehajló gipszpálmaág, vagy csak egy szó, anyám. Az egyik sírkövön már-már alig olvashatóan, csak az hal meg, akit elfelejtenek.
s a síron óriási agaz, s napégette olajos flakonok szerteszét, valamikor talán vázaként szolgáltak. Mély gyászban egy nő hajlik a sír fölé. Sajnálom, szánom a szegény fájdalmát, csak visszanézve látom, hogy kis tükre fölé hajol, lehet, hogy szeplőt fedezett fel az arcán. Olykor ez is tragikus lehet. Lassan elhagyom a tereket, ritkulnak a sírok, már több a bozót, a zöld. Balra tartok, arra kell mennem, tudom. Már se hant, se rendezettség, óriási fű, nagy kupacokban, az elhervadt kegyelet rothadozik egymásra dobálva, kis sírcsokor és dőfös kerekkoszorúk drót csontvázai. A látvány és a bomlóvirágok illata kívül-belül érint. A foszlányokká szakadozott, utolsó üdvözlet piszkos papírjait dobja arcomba a szél. Aztán már csak a kerítés következik, tudom. A kerítés és szemétdom között ott van. Magas cserjék takarják a temető felől, és a mohos kövön a szám 301-es parcella. Széthajtom az ágakat, és belépek. A döbbenet és iszonyat csendje vesz körül, mint mindig. Ez a csend mégis úgy dörömböl, kiált, üvölt, hogy zúgni kezd tőle a fülem, s lassan-lassan újból hallom az iszonyúan félt bírói ítéletet. 1957. októberre a BHÜI paragrafus első bekezdés értelmében életfogytiglan. Milyen jó, életfogytiglan. Úgy sem tart addig. S közben megváltozik a nézet 56-ról. Amnestia lesz esetleg. Rájönnek, hogy nem brigantik ezek az emberek, hogy jót akartak, hogy nem gyilkoltak, nem raboltak. Hogy egyszerűen szebbnek képzelték el. Másként, szabadnak igazán ezt az országot. Ahol a lélek és a szellem szárnyalhat gátak nélkül, s ahol nincs többé megalkuvás. Hazugság. Zöme ezt akarta. Így képzelte. A söpredék, mely minden forradalomban megjelenik, prédát remélve, itt is felütötte fejét, mint a megáradt folyó partjaira kidobott piszkos hab, itt is gyűlt, de a folyó közepén azért kristálytiszta volt a víz. Életfogytiglan. Fontos, hogy az élete. Időnyerés. Majd ha tisztábban látunk, majd ha nem vezeti őket már a bosszúállás, saját nyűszítésük fölötti szégyenérzet, hiúság, majd, talán fontos, hogy az élete. Magatokra vigyázz, írta, a kislányunkra, csak magatokra, értem, ne aggódj. És mosolyogtam felé, mikor elvezették az őrök, nincs semmi baj, drágám, az életed megmaradt. 1957. november vége. Igen, tisztelt asszonyom, sajnálattal értesítem, hogy férje esetében az ügyész súlyosbításért fellebbezett. Mindent el fogok követni, hogy az elsőfokú ítéletet is enyhítsék, bár kollégáimmal együtt rettenetes dolgokat hallunk az 56-os perekkel kapcsolatban az ítéletekről. Kérem, bízzék, és legyen erős. Ügyvéd. Súlyosbításért. Fellebbezett. Mi lehet súlyosabb az életfogytiglannál? Valami jeges hideg kezdett kúszni a torkomban felfelé, valami iszonyatos rádöbbenés az igazságra, hogy ezek meg is ölhetik hivatalosan, minden felelősségre vonás nélkül. Miért? Miért? A városban, ahol ő élt, szinte konszolidált volt a forradalom. Senkinek sem görbült meg egy hajaszála sem. A közeli településre, ahol orosz családok és gyerekek éltek, kérésre kenyeret, tejet szállítatott. A rémánkodó ávósokat szinte megnyugtatta. Persze nem nyugodtak meg ők, tudták pontosan, hogy miért nem. Fegyvert nem osztott. Miért? November 4-e után megköszönték a ténykedését, s régi kívánságát is teljesítették, és Pest mellé helyezték, hogy könyvtárakhoz közel legyen. Mert klasszika filológus volt. Ötvös kollégista, s minden politikánál jobban érdekelt az Odüsszeia és az Iliász. Görög-latin szakos tanár volt. Tanár, a szó igaz, nemes értelmében, akit szerettek, s akiben megbíztak, s aki éppen ezért került az érre. Eszembe jut a régi sláger. Egy komoly tanár, hogy lehet ilyen szamár? Nem volt az.
Nagyon jól tudta, hogy változás így nem lehet. De azt is jól látta, hogy a fiatalság nem érti ezt. Őrizni kellett őket a kusza napokban. Igyekezett útját állni az exaltált, túlkapásokra hajlamos fiatalos hévnek, és életeket mentett így. Ó, nem fasiszták voltak ezek a fiatalok, de a forradalom zászlóvivői. Olyan fiatalok, akik között egyetlen egy tőkés vagy földes úr nem volt, akik 1945-ben 10-13 évesek voltak, és akik 1952 és 56 között kerültek az egyetemekre, nem voltak fasiszták. Az ő életüket megmentette. A magáit nem tudta. Hiába kérték őt november 4-e után, igen bölcsen, hogy hagyja el az országot, mert baja lehet. Nem ment. Nem érezte bűnösnek magát. Nem menekült. És hiába kérte az ügyvédje, kérem tanár úr, csak annyit mondjon, hogy ma már egészen másként látja az 56-os eseményeket. Nem mondta, mert nem látta másként. Sőt, az utolsó szó jogán azt bizonygatta, hogy hasonló esetben ugyanígy tenne újból és újból, mint az október végi napokban. Mert a megvadult lovakkal rohanó szekeret, melyekben fiatal emberek, szinte gyerekek ültek, újból igyekezne megállítani. És melyik becsületes ember nem? És újból hozna rendeleteket a humánum jegyében. Több rendelete meg is valósult, azóta sajnos csak elenyésző, kevés. Nincs beadás, van hitoktatás. Nem a tőkés restaurációért harcoltak. Mindenki hazudik, aki ezt állítja. Egyszerűen azért emelt szót a többi hozzá hasonlóval együtt, hogy ennek a nagy magyar családnak végre ne kelljen elviselnie az átkos idegen vendéget. Hogy magában maradjon végre az ország, hogy maga döntsön a sorsa fölött, hogy fellélegezzen, hogy szabadon gyakorolhassa vallását. Ne kelljen más városba cipelni a gyerekét megkereszteltetni, mert úgyis megkeresztelteti a pártag is, csak nem ott, ahol dolgozik, kenyerét keresi, hanem ahol nem ismer rá senki, mikor kilép a templom kapuján. A fehér könyv sem tud terhére mást felhozni, mint azt, hogy apja csendőr volt, bátyja pap. És ez elég is volt ahhoz, hogy merjék hivatalosan meggyilkolni. Minden temető néma, akármilyen sokan is járnak benne. A 301-es parcella a legnémább temető talán. Nincsenek sírhantjai sem, nincsenek síremlékei. Egy volt, egyetlen egy. Szülők állítatták kivégzett gyermeküknek. Nem sokáig állt, egy-két napig, aztán lerombolták az illetékesek. Pedig szinte nem is biztos, hogy az a síremlék szerettük fölött állt-e. Megtudni még senkinek sem sikerült, hogy hol is nyugszik a hozzátartozója. Most a szétrombolt kövekből egy tenyérnyi helyet körül határoltak, s azt mondták, talán itt nyugszik. Ide teszik a virágot. Sírhantok, nevek, évszámok helyett kis kupacok vannak, mint amikor a jó gazda föltölti a krumplit. Kis halmok, egy-egy vasdarab benne, vagy cserjeág jelzésül. Én sem tudom, hol vannak csontjai. Ezért révetegen sétálok, nem is le, hanem felfelé nézek. Az égre. Ott megtalálom utolsó pillantását. Biztosan felfelé nézett, Istene felé, ahová mennie kellett. Nagyon fáj, mit gondolhatott. Senki nem segített, nem nyúlt utána senki. Ártatlan is meg kell halnia. Nem tudhatta, mennyien dolgoztak életben maradásán. Ma is élő, neves emberek. Talán baj is volt a nagy akarás. Hiába volt minden. A létszámnak meg kellett lennie. Minden városnak áldoznia kellett egy embert elégtételül. Ők voltak a bűnösök nem egy esetben olyan eseményekért, amelyekről nem is tudhattak. Mert bevallani azért mégsem lehetett, hogy az évtizedek óta ideiglenesen országunkban élő és velünk szimpatizáló oroszok halomra lövöldözték az akkor odavezényelt orosz testvéreiket. A forradalmi tanács vagy egyesek nyakába varták ezeket, mint gyilkosságokat. Zárt tárgyaláson. Felfelé nézek, s aztán magamba, ahol legjobban megtalálom őt. A 301-es parcella a remények temetője, a tiszta gondolatoké, az önfeláldozó ember szeretet van ide eltemetve.
s ha iszonyatosan néma is, erő sugárzik belőle. Ők tudják ezt. Különben miért félnének annyira tőle? Miért nem volt rá még precedens, hogy valaha valakinek is elárulták volna? Más temetők sírjait ennyi idő után lassan újra meg kell váltani. Ezt nem kell. E temető titkainak feltárásához egy egész nemzet összefogására van szükség. Ők az erősebbek, akik itt pihennek. Mérhetetlen erővel viselték meg próbáltatásaikat. A rettenetes pillanatot, amikor hallania kellett, kötél általi halál. Nem ámíthatta magát. Voltak már tapasztalatai, mik történnek a gyűjtőben. Gondolatban búcsúznia kellett az egyetlen pici lánytól, akit mindennél többre becsült és szeretett itt a földön, s aki akkor 3 éves volt, s akinek folyton meséket írt a börtönben, gondolatban, mert leírni nem engedték, kiküldeni még kevésbé. Mérhetetlen erőre volt szüksége az utolsó, a legutolsó pillanatokhoz is, amikor egyenes tartással, magasra tartott fejjel haladt el a cellák ajtajai előtt. Oda bent a rabtársak tehetetlen kínjukban dörömböltek a vasajtókon. Tudták, hogy mi készül ezekben a pillanatokban, mert nem volt reggelnyitás a megszokott időben. Ő pedig ment a januári dermesztő hidegben mezítelen felsőtesttel, és a himnuszt énekelte stentori hangján. Felbuktak a teherautók motorjai, hogy az utolsó kívánság hangjait elnyomják. Isten áld meg a magyart. Megbűnhődte már-e nép. Aztán csend lett. Árva lett a pici lány, csend lett, s mindenki elkotródott onnan, ahol a gyilkosság történt. És itt ez a 301-es parcella tudja csak, milyen papírba csomagolták a testet, s mikor, melyik helyen rejtették a földbe. Óriási titok ez. Óriási titok, mert nagy hatalom van ezekben a porladó csontokban. Félni kell tőle annak, akinek félni valója van. Talán már milliómodszor monologizálom magamban. Nem szabadna az embereknek olyat tennie, amit később nem tud maradéktalanul helyrehozni. Életet megszüntetni nem szabadna csak azért, mert valakinek más a véleménye valamiről. Nem szabadna örökké torolni, példát statuálni. Legkevésbé ilyen esetekben. Valakinek egyszer el kell kezdenie megbocsátani. Ha van mit megbocsátani. Nagyon lassan és csendesen elhagyom a 301-es parcellát, és tudom, hogy ezt a csapást, és attól kezdve minden rugdosást és mellőzést elviselni csak úgy lehet, ahogy én tettem. Keresztény módon. Mindenkinek mindent megbocsájtva. Csak így lehetett tovább élni, dolgozni. Az ő gyermekéért. Megbocsátottam annak, aki ártatlansága ellenére elítélte. Megbocsátottam annak, aki nem tett érte érdemben, de talán tehetett volna. Annak is, aki ment feléje, hogy a kötéllel halálát okozza. Megbocsátottam, reménykedve abban, hogy egyszer a napnál is fényesebben tudni fogja mindenki. Ártatlan volt. Megbocsátásom a fejfa ebben a jeltelen temetőben. Maradék virágomat szálanként szórom szét, mint a földművelő a magot. Mindenhová jusson belőle. Egy halvány szírom talán jut arra a rögre is, mely rejtve takarja. A 301-es parcella bokrainak zöldje olyan hangtalanul csukódik be mögöttem, mint egy hatalmas, szárnyas ajtó. És csukva marad. Még. Elhangzott Szabad Európa Rádióban 1985-ben és Veszprémben 1989-ben. Thank you.